nagyon szépítenek a buszsofőrélet. Nem ámították a jelentkezőket a fórumon, így is volt, aki buszra akart ülni. Jelenleg autóbuszvezetőnek jelentkeztem, és szeretnék ezen a pályán elhelyezkedni. A bérezés milyen? Hát az ígéretek szerint ilyen bruttó ilyen 190 és 200 ezer forint között van, de ez attól függ, hogy mennyit dolgozik a munkavállaló, és milyen munkabeosztásban van. Nem csak buszvezetőket, hanem teherautó sofőröket is kerestek. Ez a cégvezető azt mondta, 4 új munkatársra van most szüksége. Többnyire nemzetközi fuvarozással foglalkozunk, és megközelítőleg 4 gépkocsi vezetőre lenne szükségünk. Folyamatos bővülés miatt általában azért 1-2 gépkocsi vezető szinte folyamatos felvételre szükségünk van, és ezért is próbáltunk jelen lenni ezen a tájékoztatón. A jelentkezők többsége a kamionos állások iránt érdeklődött. Szeretnék teherautóra ülni, valamivel jobban fizetnek, mint a kis teherautók, aztán úgy láttam, hogy van egy pár ilyen kedvező ajánlat számomra is, meg szerintem sok minden másnak is. Az állásbőrzére azokat hívták meg, akik már részt vettek egy előzetes válogatáson és képzésen. Nem támasztottak szigorú feltételeket. CC plusz E, illetve D kategóriában, illetve hozzá kapcsolódó GKI és egyéb képzések vonatkozásában. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bemeneti feltételeket tisztázzuk, alapfokú iskolai végzettség, B kategóriás jogosítványnak a megléte, illetve a szűrési eljárásokon való megfelelés. A fórumon szóba került az a német és francia javaslat, ami 8,5 illetve 10 eurós minimál órabért írna elő azoknak a kamionosoknak, akik országukba belépnek. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára azt mondta, tiltakoznak a javaslat ellen Brüsszelben. Mindenki igyekszik a saját maga piacát védeni, így a németek is és a franciák is, de az, hogy a gépjármű vezetők kizsákmányolása folyik, ez azért abszolút nem igaz. Szükség van a gépjármű vezetőkre ott is, itt is, tehát valóban egy egyszerű piaci verseny oldhatná meg, nem pedig egy szabályozás. A tájékoztatón elhangzott, jelenleg 35 ezeren keresnek állást a megyében. Rezsőfi István főosztályvezető azt mondta, végzettséggel sokkal könnyebb elhelyezkedni. Még egy jó szakmával azért azt mondom, hogy egy olyan 50-60%-nyi esélye van itt a megyében elhelyezkedni az illetőnek. Felsőfokú végzettséggel kb. 70%, egy alapfokú vagy az alatti iskolai végzettséggel egy 25-30% az elhelyezkedési lehetőség. És ezért nagyon fontos az, hogy ha az iskolarendszerben az illető esetleg kiesett, vagy nem tudott szakmát szerezni, azt a felnőtt képzés keretében lehessen megszerezni. Évente 1000 álláskeresőnek indítanak tanfolyamokat a megyében. A Ragad meg a kulcsot elnevezésű állásbőrzét legközelebb Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Miskolcon rendezik meg.